Néhány napja tértek vissza a szekszárdi Gemes Judo Klub versenyzői a 26. Budapest kupáról, ahol 5 kontinens több mint 2000 versenyzője mérte összetudását. Sárosdi Ákos a saját súlycsoportjában harmadik lett, ami rendkívüli teljesítménynek mondható. Volt 4 meccsem, abból a Ucsó előtti volt a legnehezebb a harmadik helyért jutásért, de szerencsére meg tudtam verni. Ákos mellett a szintén szekszárdi Beke Csongor 7. helyet szerzett. A sportolók edzője azt mondja, ilyen jó helyezésekre nem is számítottak. Mondhatni, hogy kőkeményen megerősítette az első számú válogatott pozícióját az ifi válogatott 81 kilóban. Közel távolban nem volt másik magyar, aki ilyen eredményt hozott volna. Azt hiszem a legjobb is 7. lett az Ákoson kívül. És egy kicsit a szájzünk se az igazi, mivel az erőcsatározásoknál azt a meccset, amelyiket elvesztette, azt meg is nyerhette volna. A szekszárdi dzsúdósok egymás után szerzik az érmeket. Ilyen erős versenyzői állományt legutóbb több mint 10 éve tudott felmutatni a Tolna vármegyei együttes. Létszámilag, most nem azt mondom, hogy minőségben, de létszámilag mindenféleképpen az egyik legnagyobb verseny. Most is közel 2000 ember versenyző volt, és 5 kontinens, amióta én emlékszem, 5 kontinensről nem voltak itt sportolók. Ennek megfelelően az eredményeink azok ugye nem aranyban mérhetőek, hanem jó helyezésekben, és egy jó eredményt értünk el. A Gemenc Judo Klub versenyzői legközelebb hétvégén a szlovákiai Rimaszombaton lépnek tatamira.